Jó napot kívánok, sziasztok! A Star Wars sorozat harmadik kötete a következő 5 számot és az első éves külön számot foglalja magában ugyanolyan igényes minőségben. A külön szám főszereplője egy kétségek között örlődő, sokszor bizonytalan, máskor pedig elszánt lázadó kém, Eneb Rey, akinek a gondolataiba is betekintést nyerhetünk a négyszögletes rubrikákból írt mondatok révén. Amikor először olvastam a képregényt, a rajzok nem tetszettek, de most már inkább nevezem őket szépnek. Ez nem vonatkozik Palpatine arcára, mert az számomra irtózatosan gagyi lett. Viszont az öreg megint bebizonyította, mekkora lángész. Számomra ez a történet az egynek elmegy kategóriába tartozik. A következő 4 füzet a Vader lezuhan eseményeit folytatja, mely során Leia és Sana a Sunspot börtönbe szállítják Dr. Aphrát, hogy ott hagyják a lázadók legtitkosabb és legbiztonságosabb megőrzőjében. Azonban vannak, akik személyes kihívásnak tekintik tesztelni a létesítmény biztonsági rendszereit. Szerintem Aphra arca nem hasonlít a korábbi képregényekben látottakhoz. Viszont legalább a múltjáról megtudunk egy érdekes részletet, ami heves indulatokat vált ki egy másik szereplővel folytatott beszélgetések közben. Han és Luke külön utakon járnak, miközben megpróbálják előteremteni a lázadók készletekre adott pénzét, aminek Han berozsdásodott tudása miatt bottal üthetik a nyomát. Ez a történetszál több vicces pillanatot eredményez, ami oldja a börtönben játszódó szál feszült hangulatát. Leia kezdeményező, határozott, elszánt, ugyanakkor könnyűletes, nem akar gyilkossá válni. A 16. számban egyetlen arc megrajzolása se tetszik. Számomra elmosódottnak, foltosnak tűnik. A Princess Leia képregényre hasonlít. Az akciójelenetek és a mozdulatok nagyon jól vannak megrajzolva. A 17. számtól az arcok már szebb ábrázolást kaptak, leszámítva Aphrát. Azok a kétoldalas képek, melyeken az elválasztó vonalak ferdén láthatóak, eszméletlenül jól néznek ki. C-3PO és R2 ugyan még kevesebbet szerepel, mint korábban, de az aranypofának még így is sikerül hozni az idegesítő formáját. A képregény végén található a 15. szám, ami egy újabb részlet Obi-Wan naplójából. Rettenetesen hangulatos a koldus kanyonnal, Kenobi óvintézkedéseivel és segítő szándékával, valamint Owen bácsi ellenszenvével, amit az egykori klónháborús hős irányába tanúsít. A rajzolás pazar, nagyon tetszik az akciójelenet olyan ábrázolás, amikor a kép nincs panelekre osztva, de a szereplő többször jelenik meg. Rajzolás tekintetében a Vader lezuhan összességében jobban tetszik, de történet szempontjából ez is egy izgalmas és élvezetes kaland, amit bátran ajánlok a korábbi kötetek kedvelőinek. Nektek mi a véleményetek erről a képregényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!